Csodálkoznak az emberek, hogy miért akarnak beledögleni az életbe, és miért szar az életük mondjuk 50-60 éves korukra. Nem kéne csodálkozniuk, hogyha megnézik azt, hogy mit művelnek saját magukkal például. Na, még azért hagyd tegyem hozzá, hogy ez nem egy pozitív, motivációs vlog lesz, ez egy lebaszós vlog lesz, és mindenki vegye magára, aki érintett benne, és aki egy kicsit magára ismer, az ne azt mondja, hogy hát volt már ilyen hasonló nekem is, de én nem vagyok olyan, pont olyan vagy. Tehát arról akarok beszélni, hogy mindenki nyomul a pénzre, és miközben nyomul a pénzre, sárba tipolja a saját életét. Hihetetlen, hogy mi mindent adnak föl az emberek a pénzért. Ez az egyik, amiről akartam beszélni. Azt nem is nagyon húznám tovább, ez egyszerűen gáz, és erre van kiút, de tanulni kell hozzá, koncentrálni, és meg kell tudni állítani saját magadat. És észre kell venni azt, hogy nem a pénz az úr, hogy a pénz az nem valódi, és te vagy a valódi. A te életed valódi, és a bankszámlád nem valódi. Bár a te életedet is el lehet venni, és igyekeznek az emberek elvenni az életedet, az idődet, a teredet, a tárgyaidat, amivel beépíted az életedet, de akkor, ha ezt az egészet pénzben méred, akkor egy virtuális eszközben, egy virtuális mértékegységgel méred azt, amit levegővel, lélegzetvétellel, szeretettel, mozgással, gondolkodással kell kitölteni, tehát az életedet. Úgyhogy az életedért harcolj, az életedért küzdjél, az életedért dolgozzál, azért tanuljál, ne a pénzért, a pénz csak megmutatja azt, hogy ebben a társadalomban hova tudsz majd elhelyezkedni. De ez csak a látszat, ennél sokkal többre lehetsz képes. Na, térjünk vissza oda, hogy van egy jelenség szinte minden ember életében, az enyémben is van ilyen, csinálunk valamit, eltervezünk valamit, az ötlet jó, körüljárjuk, megvitatjuk, megegyezünk mindenkivel, hogy ki mit csinál, elkezdjük csinálni, nyilván kiderül, hogy 10-szer annyi munka van vele, és minden nap nyomjuk reggeltől estig. Eltelik 1-2 hónap, és egyszerűen nem jön az eredmény. És miért nem jön az eredmény? Azért, mert valamiről elfeledkezünk, egy nagyon lényeges dologról. És az a lényeges dolog egy kis hangyapiszok az egész rendszerben. Nem a hangyapiszokon van a hangsúly, hanem a rendszeren. Tehát arról feledkezünk meg, hogy amikor egy ötletet elkezdünk megvalósítani, akkor ezt rendszerbe állítjuk, méghozzá abban a rendszerbe, amit külvilágnak és a saját világunknak hívunk, és ennek a kapcsolatának. Tehát ez egy rendszer. Amikor te eltervezel egy utat, hogy hogyan leszel sikeres, akkor beletervezed ezt a lépést, ezt. Amikor már itt vagy a végénél, akkor elfelejted, hogy volt egy közbenső logikai lépésed, ami értelmet ad egy következő lépésnek, majd egy következőnek. Ez a fejedben megvan, de a külvilág nem érti. És amikor kommunikálsz a külvilággal, az, ami a fejedben van, azt már elfelejted megmutatni nekik, és ők nem fogják érteni. Ergo, amikor nem meghallgatnak téged, hanem csinálsz valamit, és annak várod az eredményét, akkor ez az eredmény nem fog jönni, mert a külvilág nem érti a cselekvésedet. Na, lefordítom egy kicsit pontosabbra. Megtervezed a projektedet. Eltervezed, hogy hova mész, eltervezed, hogy mit csinálsz, eltervezed, hogy miért, eltervezed, hogy hol, eltervezed, hogy hogyan, és a hetedik nem jut eszedbe. Azért, mert a hetedik lenne mindegyikre a válasz, hogy mit, miért és hogyan csinálsz, még pluszban. Tehát
az egésznek a célja elvész, az egésznek a logikája elvész, ezért nem kapod meg az eredményt. Például, nem jut eszembe a példa, mert a példa az olyan, ami az én életemre konkrét, és azt nem akarom megosztani. De amikor valakinek nem működik például a házassága, annak azért nem működik, mert elfelejtette, hogy mindent, amit tettek együtt, mindent, ami történt velük, az azért volt, mert egykor nem számított semmi, csak szerelmesek voltak. És most azért csinálják, mert legyünk együtt, mert legyünk együtt. Menjünk be a gyerekszobába, mert föl kell nevelni. Vigyük el az iskolába, mert ne legyen hülye az a gyerek. Tehát mindennek adunk egy olyan okot, ami az elején nem volt ok. Az elején csak jól éreztük magunkat. Na most például ezt a jó érzést, ezt, hogy jól érezzük magunkat, ezt elfelejtjük. És az élet végén nem jut eszünk be, hogy mindent, amit tettünk, azért tettük, mert ennek volt egyfajta ilyen villámcsapásszerű, sorsszerűsége, és ez élvezhető volt. És most az egész savaborsa eltűnik. Tehát a rendszert felejtjük el, hogy nem külön lépés van A, B, C, D, és így sorba, hanem A, B, C van. És az A, B, C-t építjük fel, amiből nem felejthettünk ki egy betűt se sehonnan. Mert ha azt kifelejtjük, akkor bizonyos szavak nem fognak összeállni a mondandókban. Hogy nem sikerül, pedig mindent megtettél, pedig sokat dolgoztál, ennek az oka az, hogy akár a kiinduló pontot, vagy akár az egésznek az értelmét már nem veszed figyelembe, amikor a következő lépést teszed, és az csak úgy lóg a levegőbe. Ez így érthető? Nekem igen. Na, reméljük másnak is érthető. Akinek nem érthető ez az egész, az nyugodtan keressen meg tréningeken, előadásokon, nézze a vlogokat, tegye fel kérdéseket, írja be a kommentekbe.